Az egészséges fehér babák itthon maradnak, a többi magyar gyerek egy része csak külföldön talál otthonra. Közérdekű adatigényléssel kértünk friss adatokat a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól arról, hogyan alakulnak a nemzetközi örökbefogadás számai az elmúlt évek során. Nemzetközi örökbefogadásra akkor van lehetőség, ha a belföldi örökbefogadás érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre, azaz ha a gyermek származási országában nem sikerült családot találni. A nemzetközi örökbefogadások folyamata hosszadalmasabb a belföldi örökbefogadási eljárásoknál, mivel több ország központi hatóságának együttműködésével zajlik. A Kulturális és Innovációs Minisztérium tájékoztató dokumentuma szerint külföldről történő jelentkezések esetén csak házas pároktól fogadnak el örökbefogadás iránti kérelmet. A minisztérium tájékoztatása szerint az így adoptált gyermekek között nem ritka kisebb vagy nagyobb egészségkárosodással élő gyermekek örökbefogadása. A minisztériumtól megkapott adatok szerint az elmúlt 9 évben összesen 1706 gyermeket fogadtak örökbe nemzetközi örökbefogadás keretein belül. Azaz évente jellemzően 150-200 gyermek kerül külföldre. Ez az összes örökbefogadás egyötöde. Az elmúlt 9 évben a legtöbb kiskorút Olaszországból fogadták örökbe. Az összes gyermek több mint felét. Olaszországot Spanyolország. Az Egyesült Államok és Hollandia követi, de ezekbe az országokba már jelentősen kevesebb gyermek került. Lakosság arányosan, azaz százezer főre vetítve, Olaszország és Védország végez az élmezőnyben az örökbefogadások tekintetében. A közelmúltban azonban több országban vizsgálták, sőt le is állították a nemzetközi örökbefogadásokat a szabálytalanságok miatt. A nemzetközi sajtóban 2024 elején jelent meg a hír, hogy Norvégia a tengeren túli örökbefogadások leállítását fontolgatja. Fél évvel később, júniusban bejelentették, szüneteltetik a nemzetközi örökbefogadást Peruból, Dél-Afrikából, Csehországból és Magyarországról is, mivel nem látnak garanciát arra, hogy az örökbefogadások törvényes és etikus módon történnének. A norvég örökbefogadásokkal foglalkozó szervezet rámutat, Magyarország következetesen figyelmen kívül hagyja a nemzetközi örökbefogadás alapelveit. Dánia tengeren túli örökbefogadásokkal foglalkozó ügynöksége is bejelentette, hogy abba hagyja a munkát, miután aggályok merültek fel az örökbefogadási eljárásokkal összefüggésben. Májusban a holland kormány úgy döntött, azonnali hatállyal leállítják a nemzetközi örökbefogadásokat, vagyis egyáltalán nem érkezhetnek külföldről gyermekek az országba. Belgium északi része, Flandria is vizsgálódott a nemzetközi örökbefogadásokkal összefüggésben. 2023. novemberében Hazánk narancsárga kódot kapott, ami azt jelenti, hogy kétségek merültek fel az együttműködéssel kapcsolatban. Így személyes látogatásra van szükség a helyzet tisztázása érdekében. Úgy tudjuk, a munkalátogatásra 2024 végén kerülhet sor. Az utóbbi években több mint 23 ezer kiskorú részesült gyermekvédelmi szakellátásban, vagyis összesen ennyien éltek gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél Magyarországon. Közülük 2023-ban majdnem 2000-en vártak örökbefogadásra.